A Youth Initiative for Human Rights civil szervezet a folyamatosság történetei címmel kiállítás megnyitóra készül Belgrádban. A történetek szerbiai és koszovói fiataloktól származnak, akik összefogtak, hogy hidat építsenek és elősegítsék a párbeszédet. De pont az ilyen jellegű békeaktivizmus miatt került Sofia Todorovic a szerb állam fekete listájára, ami azt jelenti, hogy engedélyt kell kérnie az országbiztonsági információs hivatalától, ha el akarja hagyni Szerbiát, vagy vissza szeretne térni. Szófiát már kétszer vették őrizetbe határátkelőknél vagy repülőtereken. Az egyik ilyen alkalommal épp nyaralni mentem. Egy buszon utaztam egy barátommal, amikor az egész buszt feltartóztatták. A busztak a határon kellett állnia minden magyarázat nélkül majdnem három órán át. Rossz volt hallgatni, ahogy az emberek kérdezgették egymást, ki nem fizetett be valamilyen büntetést, vagy hogy kinek a bátya követette a bűncselekményt. Ők azt gondolták, miattuk állították meg a buszt. A sofőr pedig nagyon ideges volt. Miközben én végig tudtam, hogy a buszt azért tartóztatták fel, mert rajta ültem. A noviszádi Milica Rándelovics is átélt már hasonlót. A határrendőrök megállították a reptére, állításuk szerint azért, hogy ellenőrizzék a podgyászát. Aztán bevitték kihallgatásra a bűnügyi igazgatóság nyomozóihoz. A közösségi médiás tevékenységéről akartak beszélni vele. Csak a kihallgatás legvégén mondták el, hogy egy posztról van szó, amit valaki lájkolt like az aktivizam oldalon, ahol én vagyok az egyik admin, és hogy ez volt a gond. Aztán azt mondták, el kell kobozniuk a mobilomat, és parancsot kaptak, hogy kutassák át a lakásomat. A kérdéses posztban tüntetésre szólítottak fel a lítiumbányászat ellen. Ezért milicát azzal vádolták, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására buzdít. És nem ő az egyetlen, aki így járt. Az utóbbi hónapokban aktivisták tucatjait vették őrizetbe és hallgatták ki a szerbiai lítiumbányászat elleni tiltakozásuk miatt. A belügyminisztérium nem árulta el a dévének, hogy pontosan hány emberrel jártak el így, és mivel gyanúsították őket. A kormány ránk akar ijeszteni. Úgy érzik, be kell tömniük minden lyukat, befogni minden szájat. Nem akarják, hogy hallják a hangunkat. Mind rajta vagyunk valamilyen listán. És ez már nem is titok. Alexander Vulin kormányfőhelyettes nyíltan kijelentette, hogy személyesen állított össze ilyen fekete listákat, amikor ő volt a belügyminiszter és a biztonsági információs hivatal vezetője. És nem csak szerb állampolgárok kerültek fekete listára, hanem külföldiek is. Vulin elmondása szerint olyanok, akik negatív dolgokat mondtak Szerbiáról. Vannak köztük popstárok, színészek, politikusok és olyan orosz állampolgárok is, akik tiltakoznak Vladimir Putyin háborús politikája ellen a listákat a törvénynek és a lelkiismeretemnek megfelelően állítottam össze, és már sajnálom, hogy nem szántam rájuk több időt, mert látom, hány rohadékot felejtettem le róluk. Az Európai Bizottság a milicájékhoz hasonló ügyekkel kapcsolatban azt mondta, Szerbiának joga van biztonsági ellenőrzéseket végezni a határain, de nem korlátozhatja egyének, szerbiai vagy külföldi állampolgárok szabadságát. Hivatalos nyomozás sem milica, sem Sofia ellen nem indult. Ugyanez igaz más a dv nyilatkozó őrizetbe vett aktivistákra is. Valamennyien úgy gondolják, a kormány egyetlen célja, hogy megfélemlítse őket.